Hát sziasztok ismét, újra itt lennék, nézzétek meg a kertbe, hogy már a tök már hogy kinőtt, és most fogom, lássátok itt a kés, most fogom levágni a tököt, akkor lássuk, hogy hogy kell levágni. Jó, kemény. Így. És így, ilyen lett a tök, így sikerült levágni. Hát ebből már ma tökfőzelék lesz belőle, azt fogjuk megcsinálni, jó kis ecetesen tökfőzelékes kapros, tudjátok, kell bele egy kis kapor is a tökfőzelékbe, és akkor hát elég jó kis súlya is van, mondjuk ilyen, mit tudom én, egy ilyen 2-3 körül, vagy ha nem több. Itt ezt a szépen fel lesz hasít, fel lesz karikázgatva, ilyen kis karikákra szépen össze lesz vágva, akkor utána legyalulják, szépen összepasszírozzák, és akkor ebből lesz majd a kaja, és akkor innentől kezdve császkok.